Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának minden évben jogszabályi kötelezettsége, hogy egy közmeghallgatás keretein belül beszámoljon a költségvetésről, illetve az éves munkaterv megvalósulásáról, mondja Fülöp Monika elnök. A munkatervünket ez az első év most fennállásunk óta, hogy maradéktalanul meg tudtuk valósítani, nem szólt bele a Covid, aminek nagyon örülünk. Ez azt jelenti, hogy meg tudtuk tartani a négy nagy rendezvényünket. Ez volt tavasszal a tavaszi térzenénk, volt a Kervastúrülfest, a Keltkalács Fesztiválunk Mözsön, a nemzetiségi napunk, és ősszel még szeptember végén tartottuk meg az őszi térzenénket, ami ugye koncert. Ezeknek nagyon örülünk, hogy ezeket meg tudtuk tartani. Ezen kívül pályázatot, kulturális pályázatot írtunk ki a helyi alapítványoknak és nemzetiségi szervezeteknek, hogy a feladataikat vagy programjaikat támogathassuk. Szép számmal jöttek az idén is, ugyanúgy, ahogy tavalyi évben is. 600 ezer forint a keretösszegünk erre, és a 600 ezer forintot 9 pályázó között osztottuk szét, amit jövőre, illetve már az ősszel, illetve jövő év tavaszán tudnak megvalósítani a nyertesek. A 2022-es év azonban ezzel itt még nem ért véget. Még két programunk van, a Mözsi Népfőiskolával karöltve lesz egy filmvetítés december 8-án a Mözsi Kulturális Kultúrházban, ahol a Mi svábok jó magyarok voltunk című filmvetítése történik majd, illetve még december 28-ára tervezzük a hagyományos óév búcsúztató programunkat.